A szeretett karácsony idei célja változatlan, mindenkinek szeretnének kedveskedni valamivel. Tavaly 400 rászoruló vett részt a december 23-ai vendégségen a Segítők Háza udvarán. A felajánlásokat folyamatosan egészen hétfőig várják személyesen, vagy a 20-285-23-22-es telefonszámon. Délelőtt 9-től lehet jönni a ruhát, cipőt válogatni, és délbe kezdjük el osztani a konzervő, vagyis hát a tartós élelmiszert, és ehhez még szeretnénk kérni fizikai segítségeket, gyerekeket, fiatalokat szeretnénk megszólítani, hiszen nagyon nemes dolog adni. A legjobb dolog adni, sokkal felemelőbb, mint kapni. Az adományokat most is tartós élelmiszer, ruhanemű, háztartási gépek formájában várják. A gyerekeknek a tavalyi kezdeményezéshez hasonlóan játékokat is gyűjtenek, amik a karácsonyfa alá kerülhetnek. A szeretett karácsonyt idén 12. alkalommal szervezik, több támogató közreműködésével. Az ÖMV kutasok felajánlották, hogy ők szívesen főznének itt az udvaron, segítenének nekünk annyiban, hogy egy gulyást főznének, és nagy örömmel fogadtam, tehát ők lesznek a vendéglátók a szeretett karácsonyba a főtételnél. A rászorulókat egész évben segítik, reggelenként péksüteményt osztanak, keddenként 40-50 adag meleg étellel várják őket a Segítők Házában. Ezért minden tartós élelmiszert, konzervet és pénzadományt szívesen fogadnak.